Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Ne feledjék, hogy vasárnap az édesanyákat ünnepeljük, majd a legszebb ajándék pedig a virág. De hogy mit illik ajándékozni nekik, illetve hogy mi a trendi, erről beszélgetek vendégemmel, Anettel. Szia! Sziasztok! Nagyon sok mindent hoztál ide, olyan dolgokat is, amik igazán trendik. Az elmúlt hónapokban megállás nélkül csak azt látom interneten, hogy dobozba rejtett gyönyörű szép virágokat, általában rózsákat posztolnak ismerőseim. Ez most tényleg ennyire divat, ennyire fut ez a dolog? Igen, ez már lassan egy éve nagyon divat. Akkor csak én vagyok lemaradva. Igen, nem csak rózsákat, egyébként főleg a vegyes virágos boxokat viszik tőlünk, ezért hoztam belőle pár mintát. Most nagyon divatosak ezek a táskás verziók is, tehát most már mindenféle ilyen verzióban vannak, mivel ugye már egy éve így ezek nagyon trendik. Bocsánat, hogy megkérdezem, de Igen. Ez milyen elven alapszik? Tehát, hogy amikor megpróbáltam felemelni, akkor észleltem, hogy nem feltétlen annyira könnyű, mint amennyire gondoltam. Tehát itt van ez a csoda doboz, vágott virág, víz van benne, azért ilyen... Ilyen vízes tűzőhab. Aha. Ami ugye megszívja magát annyi nedvességgel, ami ennek a virágnak, amíg ugye él, addig ez eltartja. Tehát igazából ez a lusta férfiaknak a legjobb ajándék, hiszen csak belökik a kocsiba és majd este hazaérkeznek, akár barátnőnek, bárkinek, most már ugye mindenféle színben, mindenféle verzióban megtalálható. És mennyire tartós? Hát ilyen 10-12 nap ezeknek a vázatartósága, mint általában a csokroknak, habár ezeknek rövidebbre van vágva a szára, nem veszi el a sok zöld a nedvességet a virágtól, így azért valamennyivel tovább tart, illetve ezt ki szokták szárítani, tehát hogyha nem öntözi ezt a tűzőhabot, akkor ez egy idő után kiszárad, és akkor szépen kiszárad a virág is, hogyha szereti valaki otthonra ezeket a dolgokat. De anyák napjára akár egy ilyen kis táska csokorral is meg lehet lepni nagyszüleinket, édesanyáinkat. Ez tényleg így megfogható, és akkor fel is lógatható, így átadható táska üzemmódban? Igen, egyébként már olyan verzióban is vannak, ami nem tehető le asztalra, hanem abszolút felakasztató, mindenféle trendi ilyen kis táska formában, amit így, mint a divatos táskák, ahogy kinéznek, olyan formában, ahogy így fogja a karján az ember, úgyhogy mindenféle dologban megtalálható. Anyák napjára igazából ezek a nagyobb dobozok a trendek, még ugye nőnapra ezekre a több apró dolgokat vásárolja az ember, anya meg csak egy van. Így ilyenkor ezek a nagyobb méretű dobozok, ezért is hoztam most ezeket, illetve csokrokból is ezeket kicsit nagyobb csokrokat. A táska variációkról amúgy hamarosan beszélgetek majd másik vendégemmel is, a tényleges táskákról is szó lesz a Weekendben, természetesen pár perc múlva, de vannak különlegességek még mindig itt a stúdióban, búra alatt lévő, hát most igazi vagy művirág, mi is ez? Igen, ezek örök rózsának hívják őket, de egyébként ezek tartósított rózsák, 5-10 év az élettartamuk, ami annak köszönhető, hogy az eredeti rózsának a sejtnedvei, az teljesen a vízházt tartása teljesen ki van vonva, egy ilyen glicerines oldattal van tartósítva. Tehát akkor ez nem művirág. Nem, ez egy élő rózsa, mint látod, teljesen élethű az egész. Annyi, hogy úgy néz ki, mint egy festett rózsa, hiszen így az eljárás folyamán veszít a színéből, így egy ugye festékanyaggal van kezelve, ezáltal mindenféle színben, ugye nem csak bordóban, nyilván most anyák napjára nem feltétlenül bordót vesz az ember, hanem mindenféle színben létezik, mint ez a színes például. És akkor nem, ez csak a szépség és a, nem, ez a szépség és a szörnyeteg iklette búrás megoldás, azért is van alatta ez a kis színom, az külön van oda helyezve, tehát ez nem fog lehullni, 5-10 év után el fog száradni körülbelül, de erre még annyira nincs precedens, hogy ez így, hogy néz ki, mert még ez új dolog. És akkor nem csak ebbe a búrá verzióba van, hanem ilyen kis dobozkás verzióba, és ez most nagyon trendi, nagyon megy. Egy kitérőt engedj meg a nézők, hiszen nem feltétlen csak az anyák napja áll előttünk, hanem ma-holnap ugye rengeteg a ballagás is. Tényleg csak kitérő jelleggel. Mi ez a csoda?
helikónia, az egy trópusi virág, ezt azért hoztam nektek. Igen. Azért hoztam nektek, mert most ugye jön a ballagás, és a legtöbben akkor vannak bajban, amikor bejönnek, és egy fiúnak szeretnének ballagási csokrot, ami ugye sokkal nehezebb, hiszen sokan nem tudják, és fiúknak is ilyen kerek csokrot akarnak vinni, vagy ezeket a régi hagyományosokat. Ezek a trópusi virágok valók igazán férfiaknak, ezek ugye az egész megjelenése is az a férfias, tehát hogy gondolom ránéztetek is, olyan az egésznek olyan férfias a megjelenése, és ezek a trópusi virágok, mint a helikónia, a strelícia, ezeket érdemes vinni. Flamingó, talán az jobban is már. Néznek ki a fiatal emberek, amikor a liliommal tűzdelt csokrok ott vannak a kezükben. De ez egy férfias abszolút, csokor. Abszolút. Visszatérve, na, akkor a kitérünk után az anyák napjára. Nagyon fontos, hogy ugye ilyen tájt szoktak mondjuk gyöngyvirágot szakajztani a gyerekek, vagy éppen orgonát letépni. Ezek a standard kedveskedő virágok, mondjuk gyerkőcöktől, de hát vannak azért a felnőttek, akik azt mondják, hogy az én 50-60-70 éves édesanyámat egy csodaszép csokorral akarom elkápráztatni. Hát tényleg csodaszép csokrokat hoztatok ide. Mik mostanában a kedvelt színek, vagy kedvelt virágok, mit tapasztalsz? Hát a legkedveltebb virágok mostanában a kerti virágok. Abszolút, tehát mint itt hoztam, a dália, a bazsarózsa, a hortenzia, a boglárka például, és ezek a pasztelszínek, tehát mindenben a pasztelszínek. Én nagyon szeretem az erőteljesebb színeket, nyilván azokat is vásárolok, de legtöbben ezeket a halvány rózsaszín, púderes, barackos, ezeket a virágszíneket kedvelik most legjobban. És mit tapasztalsz, mert ugye azzal kezdtem az előző felvezetőt, vagy az előző gondolatot, hogy mondjuk nagyobb csokrok, de igen, hogy ez tényleg így van, hogy mondjuk anyák napjára azt mondja, hogy annyira szeretlek, anya, hogy egy ekkora csokrot kapsz. Senki nem visz haza az anyukájának kicsi csokrot. Tényleg az a tapasztalat, hogy mint mondtad, ez az orgona, tehát ezt mi is kötjük, tehát belekötjük a csokorba. Ezekkel a kerti virágokkal lehet dúsítani egy csokrot, tehát minél gazdagabbra, minél látványosabbra, és attól sokkal, sokkal harmonikusabb lesz a csokor. Tehát amikor például egy csokorba teszek orhideát, akkor ne csak orhidea legyen, mert akkor nem jön ki az orhideának a szépsége, hanem hogy mondjuk orgona és egyéb kerti virágok között van, akkor sokkal kijön a nemessége ezeknek a virágoknak. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Átlibbenek a másik díszletbe, következő vendégünk Zsuzsan nénihez. Amúgy én még mindig nem hiszem el, hogy ezek igazi virágok, de köszönöm szépen, hiszen, ahogy említettem, nem feltétlen csak virággal lehet kedveskedni az édesanyáknak, hanem maradandó, gyönyörű, szép bőráruval is akár. Zsuzsan néni már régóta foglalkozik akár mondjuk pénztárcákkal, táskákkal, hogyha anyák napja közeleg, akkor mit szoktak esetleg keresni a gyerekek szüleiknek? Hát ez nagyon sok rétű, ez a kereslet, mert nagyon nagy az igény. Nagyon nagy az igény. Van, aki szeret hasznos dolgokat venni, és van olyan, aki szereti azokat a dolgokat megvenni, amit csak úgy szeretne a mama. Aha. Tehát a kedvencét keresi. Most nagyon sok szép divat van, tehát most szép a divat, így szoktuk mondani. Maradjunk a táskáknál, mert oda nézett Zsuzsan néni. Hogyha nekem egy anyáknapi táska jut eszembe, akkor én biztosan valami letisztultabbat keresnék, akár formában is, színben is. Jól gondolom, vagy itt most már másképp abszolút, keresnek? Abszolút jól gondolod, mert tulajdonképpen mindenki ismeri a megajándékozottat, hogy kinek veszi az ajándékot, és az szerint szoktunk választani, és az szerint szoktuk segíteni a vevőt, hogy úgy válasszon. Most elég nagy méretű táskadivat van. Tehát nagy méretű táskadivat van. Persze a mamák nem nagyon, az idősebbek már nem nagyon szeretik, tehát jobban elviselik azt, ha kisebb, vagy keresztbe tudják magukon tenni. Hisz mindig szatyrozunk, mindig pakolunk, vagy éppen ez is unakázunk. Ez egy praktikusabb, így amit van. Akár úgy is lehet állítani ugye a fülét, hogy jóval hosszabb legyen, és akkor tényleg így keresztbe át lehet. Így van. Igen. Vagy éppen unakázunk, és akkor is szükséges.
szükség van a két kezünkre, igen, ugye, nekünk nagymamáknak. Viszont a nagyméretű táskák, amik ott hátul rejtőztek el, azok meg tényleg azért praktikusak, mert abba meg minden belefér. Igen, de az is úgy van megoldva, hogy mindegyiknek megvan a hosszú vászia. Tehát azt is lehet keresztbe is tenni, és kézbe is vinni. Az édesanyáknak meg igazán a praktikus táskák dukálnak szerintem. Igen, igen, azért igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenféle méret legyen benne, és minden anyagból. Persze nem mindenki ragaszkodik a valódi bőrtáskához, ezt el kell, hogy mondjam. De van most benne. Már olyan szép műbőrtáskák is vannak, igen, amikről igen. Igazából meg sem tehát mondja az ember. Ezek a táskák, ezek ilyen rostbőrből készülnek. Uh-huh. Az alapanyaga az hasonlít a bőréhez, csak ez egy ledarált, megőrölt anyagból van. Igazából nagyon szakember szemnek kell lenni, hogy észrevegye az ember, hogy egy hasított bőr, vagy egy darált bőr között a különbséget. A tartóság, a kopásállósága nagyon jó. Nagyon jó, tehát nem lehet észrevenni rajta, hogy rövidebb ideig tartana. Uh-huh. Nem tart rövidebb ideig. Hát az az igazság, hogy mindent hely szükében nem tudtunk bemutatni, de én szeretném mondani, hogy nagyon nagy a választék ma a táskapiacon. Uh-huh. Lehet a mamáknak venni nagyon szép esernyőt, pénztárcát, bevásárlókocsikat, olyasmit, ami hasznos. Tehát nem csak ridikülre gondolok, hanem egyáltalán egy na, ilyen. Akkor nézzük mondjuk a gyönyörű szép pénztárcákat. Ebben van most valami trend ön szerint, Zsuzsa néni? Gondolok itt arra, hogy ebben is a nagyobb méretet keresik esetleg, vagy a kisebbeket. Mindent a táska mérete, így megnőttek a pénztárca méretek is logikusan. Ebből is vannak nagyon szép műbőrök, vagy vásznak. Uh-huh. Most nagyon divat a lakbőrök, ezek a lakbőrök, amik nagyon divat. És hát ebből mindenféle, igen. Van olyan, amelyik csak keretes, és kisebb, és mindent tud. Uh-huh. Igen, mert azért ezeknél igen. is gondolom, tényleg az anyukákra gondolok, hogy mindig a praktikusság jut róluk eszünkbe, hogy belefér ugyanúgy az irat, belefér a bankkártya, belefér az apró pénz és a nagyobb igen, címlet. Igen, tehát mi azt mondjuk szeretünk papír hátára tenni, blokkok hátára, így van, tehát mi azt begyűjtjük, de... Mert ha vissza kell váltani... Igen, igen. Az például egy véknyabb bőr, de nagyon jó, erős, nagyon szép kidolgozással. Most pénztárcában általában a piros szín a divat, de vannak, akik ragaszkodnak a hagyományos színekhez, barnához és feketéhez. Tulajdonképpen nem... olyan nagyon bőséges a... Meg igazából szerintem, hogyha valaki biztosra akar menni, akkor a virág mellé esetleg táskával és pénztárcával is kedveskedik az anyukájának, és akkor össze lehet választani mondjuk a táska színéhez. Mennyire igen. kell, hogy mondjuk menjen a pénztárca, vagy ez annyira nem fontos a divatban? Az a helyzet, hogy régen mi ehhez nagyon ragaszkodtunk. Uh-huh. Ma már az új trend szerint nem feltétlenül ragaszkodnak a hölgyek ahhoz, hogy a táska olyan színű legyen, mint a pénztárca, vagy ugye régen a cipőt néztük a táskához. Igen, igen, igen. Ma már bátrabban, merészebben párosítjuk a színeket egymáshoz. Akár táskán belül is tehát megjelentek azok a díszítések, azok a díszítések a táskákon, és azok is elég bátrak. Hála Istennek most eljutottunk már arra a szintre, hogy a táskába is bátrabban hozzányúl a vevő egy színesebbhez. Valamikor, ugye én elég régen csinálom, valamikor volt három szín, fekete, piros és barna. Ma már nagyon sok kéket adunk el, uh-huh. tehát bátran hozzányúl a vevő kékhez, zöldhöz, drapokhoz, minden színárnyalatba. Mert nagyon jól lehet párosítani cipőkkel. Egyre több helyen lehet látni hasonló táskákat is. Ez milyen technikával készül, illetve mennyire divat, hogy ilyen táskákat választanak, akár mondjuk anyák napjára, vagy csak úgy szimplán ezeket a mintákos dolgokat? Rendkívül szép bőr, vastag bőrből uh-huh. van, és sajtolással teszik rá a mintát, és utána színezik le.
Ez nagyon nagy divat, akár pénztárcába is. Hát most nem hoztam el, de tehát ez lehet virág, pillangó, most minden ilyen divat. Minden ilyen divat. Az egy gyönyörű bőr, amit most megfogtál. És most nagyon fontos, hogy szinte minden bőr fényes. Tehát most a fényes bőr a divat. Akkor ezt egy kicsit fényesebbre kellett volna, hogy egy kicsit. De ez is mondjuk megvan maga, a szépsége. Maga nemében nem bőrbe mat. Ez egy fényes, tehát az látszik rajta. Zsuzsanin, én nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindent elhoztál nekünk, bemutattál nekünk. Mi pedig folytatjuk a Weekendet nem sokára, programajánlóval kedveskedünk most önöknek. Köszönöm. Van 5 éves a Borbányai adóállomás, a vezetőjével, Zentai Misi bácsival fogok a következő pillanatokban beszélgetni. No, nem feltétlen csak az adóállomásról, hanem az ott rejlő különlegességekről, hiszen rádiótörténeti gyűjteménye is van Mihály bácsinak, illetve vannak televíziók is, de hát inkább most a rádióra koncentrálunk, nagyon sok mindent hoztál ide nekünk. Mire vagy a legbüszkébb, akár mondjuk haladhatunk sorrendben is, hogy mi volt talán korban a legelső itt az asztalon? Ugye 65 éves a Nyíregyházi rádióállomás, először a rádióval kezdeném. A legidősebb időszak, a legkorábbi időszak a detektoros rádiónak az ideje. Ez a 20-as, 30-as években volt divatos készülék. Olyan helyeken, ahol nem volt villanyáramforrás, nem volt a lakásokban hozzá villanyhoz hozzáférés, ott egy ilyen detektorost használtak, amelynek tekercse, nagy antennát kellett kihúzni, földelést, és a kristályon megtalálni azt a pontot, ahol megszólalt a rádió. És a füles is eredeti, ahogy látom. Bizony, ez a fejhallgató. Hát ugye most újra divatba jött, csak egy kicsit modernebb formában. Ez olyan ilyen. Igen, nagyon jó. Ez prima. Ezt követte majd később az elektroncsöves rádiók. Ez a nagy csoda. Igen, ugyanis a második háború végéig Magyarországon a Philips, a Siemens, a Telefunken ezek itt készülékeket állítottak elő. Ez többek között egy Philips rádió. Majd ahogy jött a magyar ipar is kezdett fejlődni, a magyar ipar is csinált elektroncsöves rádiókat. Ez azért érdekes, mert ez a 70-es szatmári árvíz idejére készült, ott nagyon sok lakás tönkrement, a berendezési tárgyak, stb. És hogy az embereknek legyen rádiójuk, egy olcsó készüléket állítottak elő, és Szatmár nevet kapta, pont azért, hogy az árvíz miatt készítették. És ami előtte van, az számomra nagyon különleges, de az micsoda? Ez tulajdonképpen a Néprádió. Annak az előzménye volt a Horthy érában készült Néprádió, azt most pont nem hoztam el, de az folyamatos hangolással az európai adók műsorát tudta venni, ha jó nagy antennát csináltak. És a Néprádió az még működőképes, akár mondjuk, amit elhoztál? Hát speciál, hogy pont ez nem tudom, aha, de van belőle több. Ezek viszont már a 45 utáni kor szellemének megfelelően épp készültek. Kossuth Petőfi helyi adó. Csak azt kapja az illető, a hallgató, amit engedélyez a hatalom. És vannak aztán itt csoda dolgok is, amik szerintem még mindig felfellelhetőek az otthonunkban, otthonainkban. Hát szinte magyar család nem volt, akinél szokor rádió ne lett volna. Ez a rádió egy nagy strapabírású, viszonylag egyszerű készülék, a középhullámú vételre alkalmas, és... Megy az még. Itt eléggé le vagyunk árva. Árnyékolva, de azért megszólal még mindig.
Ez viszont a műsorhoz hoztam, mivel Weekend a műsor, ez a Weekend rádió, amit így oldalra felakasztva lehet használni, turistaként, és akkor bekapcsolva. Ez is szépen. Ami nekem egyik nagy kedvencem, ez a kis bőrtokos, mert később ugye jöttek a tranzisztoros rádiók. Ez a kezdeti időszakból, az 50-es évek második felében készült ez a japán készülék. Ez egy műbőr, papírmassé műbőrrel behúzva van a doboz kívülről megcsinálva. A belseje az, itt vannak a félvezetők, kapcsolási rajz, ez is működőképes készülék. És ami nagyon érdekes rajta, már akkoriban nyugaton a nyugati normás URH, a korábbi nálunk, ami itt volt a CCR, mikor hoztunk külföldről rádiókat, az már nyugaton ilyen volt, át kellett hangolni. Most jó pár éve viszont már ez szerint sugárzunk. Arnak a vételére tökéletesen alkalmas, és használjuk is sokszor. Még egy pillanatra térjünk már vissza az alapkiinduló mondathoz, hogy 65 éves a Borbányai állomás, hogyan látogatható ez az állomás, hogyan lehet oda bejelentkezni, mesélj erről. Tulajdonképpen Nyíregyházán ez az adóállomás 65 éves, ezt megelőzően az eletói részen, a most kertvárosnak nevezett részen, ott volt 33. június 18-tól egy adóállomás. Az ország legnagyobb, a budapesti után a legnagyobb adója 33-ban ott volt. Bejelentkezni a kiállításra, ahol egy telefonszámon, a 30-as 239 48 99-es számon lehet, de megtalálható a megyei napilapban, a kiállítások rovatban. Egyeztetünk egy időpontot, és akkor szívesen látom a kedves vendégeket, érdeklődőket. Jól tudom, ingyen és bérmentve lehet látogatni ezt a tárlatot, tehát ezért is. Fiatal elfogadok esetleg egy puszit egy is. Egy csokit, puszit, bármi ilyesmi. De amúgy tényleg érdemes időt szakítani erre, mert a régi fecske rádióktól kezdve rengeteg minden különlegességet lehet. Is, meg igen. Pacsírta. Pacsírta, igen. Olyan is. Igen. És azt még elmondom, hogy nem csak rádióvevő készülékek, hanem ott régi adóberendezés, aminek megszűnt a funkciója, az a kimondott szakmai érdeklődék rendelkezésére áll, működő adóberendezés is, és egy külön terem van, ahol a televíziók is, az egy külön kategória, de így együttesen a hírközlést tudja reprezentálni ez a bemutató. Kollégánk volt kint nálad a minap, és pár képet rögzített, ezeket láthatják most a nézők. Melyik a te kedvenced az ottani kiállított tárgyak közül, amit mondjuk ide nem hoztál be? Hát az egy nagyobb rádió, tetején lemezjátszó, az 1942-ben készült, egy Orion 255 G-re hallgat, ez a típus jelzése. Ez édesapám rádiója volt. Ő, amikor elment a háborúba, elásta szépen, begugyolálta, elásta, ahogy hazajött, előszedte, és ez mai napig működőképes. Én gyerekkoromban ezt hallgattam, és kaptam jó néhány letolást néha, mert én azért el is csavargattam, és az akkoriban egy családnál a rádió a szent volt. És talán most is szent a rádió, hiszen Misi bácsi lánya, Zentai Edit, aki ugye rádiós műsorvezető, talán ennek is köszönhető valahol, igen. Sőt, még itt is dolgozott, a Kölcsei Televízióban. Itt is a Weekendet is vezette. Volt egy olyan időszak, még Koppányi Gyulával, és így tovább. Hú, de régi már ez a műsor, rengeteg minden történt az elmúlt években, de hát, hogy mi minden történt az elmúlt évtizedekben már, ami a rádiót illeti, hogyha tehetik, mindenképpen látogassanak el erre a Borbányai központba, Zentai Misi bácsihoz. Köszönöm szépen, hogy eltetszett fogadni a meghívásunkat. Mi pedig egy hét múlva jelentkezünk újra a Weekenddel. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!